A megyeszékhely polgármesterét és a város közgyűlésének összes tagját lemondása szólította fel Szekeres Éva a közvilágítás korszerűsítése ügyben az Olaf által feltártak miatt. A Momentum országgyűlési képviselő jelöltje szerint azért kell mindenkinek felállnia, mert együtt felelősek a történtekért. Az Európai Unió csalás elleni hivatala akár 13 milliárd forintot is visszafizettethet Magyarországgal a közvilágítás korszerűsítésének csalásai miatt. Az ügy szolnokot is érinti, jelentette ki szekereséva Éva. A Momentum országgyűlési képviselőjelöltje elmondta, a város polgármesterének felelősségét firtatja mindenki, ami tette hozzá nem vitatható, de a képviselő testület felelősségéről nem esik szó. A közgyűlés ugyanis egyhangulag megszavazta a közvilágítás felvilágítási projekt első és második ütemét, folytatta a politikus, de a gomgyomással le is tudták a fedelősséget. Szekeres Éva azt mondta, a város polgárai viszont joggal várják el, hogy a megválasztott képviselők döntésük után figyeljék, felügyeljék a projektet, ha a visszáságot tapasztalnak, akkor azt jelezzék. Mindezeket nem tették meg, így felelősek a kialakult helyzetért, mondta a politikus. Sokkal egyszerűbb számukra kiállni egy pár perces sajtótájékoztatóra, és ezzel letudva a felelősséget. A Momentum hangsúlyozza folyamatosan, hogy le kell tudni az elmúlt 27 év hibás gyakorlatát, hogyha felhatalmazást adnak, akkor annak felelőssége is van, hogy figyelemmel kell kísérni. Momentum szerint itt az ideje ezzel Leszámolni. Szekeres Éva ezért felszólította Szalai Ferenc polgármestert és a képviselőtestület minden tagját a lemondásra, mondván mindannyian felelőssek a kialakult helyzetért. Az elhangzottakkal kapcsolatban megkerestük a város önkormányzatát, a közgyűlés frakcióit és a frakcióval nem rendelkező képviselőket. Az önkormányzat a következőket reagálta, idézem. A szolnokon a választás előtt gyakorlatilag nem létező momentum állítására is csak megerősíteni tudjuk. Határozottan visszautasítunk minden törvénytelenséget és csalást sejtető feltételezést. A hivatal mindent a magyar törvényeknek és szabályozásnak megfelelően az irányító és ellenőrző hatóságok folyamatos ellenőrzése mellett végzett a közvilágítási projektben is. Molnár Iván, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője azt mondta, szintén idézem, a feladat az volt, hogy a közvilágítást modernizálják és gazdaságossá tegyék. Az új rendszernek köszönhetően a város éve szinten 60 millió forintot takarít meg. A politikus elmondta, hogy ez egy a választásokhoz kapcsolódó politikai támadás. A jobbik képviselője, dr. Szotyori Lázár Zoltán a következő reakciót juttatta el szerkesztőségünkhöz, ugyancsak idézem. A Momentum képviselő jelöltje jobban tenni, ha a skifi regények és összeesküvés elméletek olvasása helyett inkább Szolnokváros döntési és hatásköri mechanizmusait tanulmányozná, valamint időt fordítana a képviselőtestület munkájának megismerésére. Az ilyesfajta ismeretek alapvetően segítenének neki, hogy a jövőben ne mondjon ekkora csacsiságokat. Radó Zoltán, mszp s képviselő a következőt mondta, idézve, az MSP találta meg és hozta nyilvánosságra a közvilágítási csalásügyét Szolnokon, mi már trágár mondataiért 2016 novemberében lemondásra szólítottuk fel a polgármestert, most is neki és a Fidesz frakció tagjainak kellene először lemondaniuk, azoknak, akik évek óta tudtak a piszkos ügyről. Pilák Imre a szolidaritás képviselője pedig úgy fogalmazott, szintén idézem, ez azok bűne, akik mindezt kivitelezték. Nem voltam a fejlesztés ellen, hiszen a város érdekeit tartottam szem előtt, azt a jegyzőkönyvek is bizonyítják, hogy én korábban aggályomat fejeztem ki a költségek miatt, de azt nem lehetett megítélni, hogy túl van-e árazva, hiszen a projekt műszaki tartalmát nem láttam. Tóth Istváné független képviselőt is kerestük, de adásunkig nem válaszolt.